Ilyen autentikus otthonokban élnek a Szent Lukács görög katolikus integrált szolgáltató központ ellátottjai. Az egyház szociális intézménye jelenleg is közel 150 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos mindennapjait segíti. Az egyik ilyen lakóépület szomszédságában épült meg ez a logisztikai központ, ami a görög katolikusok egy másik tevékenységét, az adományozást segíti a jövőben. A csarnok olyan eszközök gyűjtőhelye, melyekkel a régióban élő rászoruló családokat segítik a későbbiekben. Ez a hely kapta meg azt a lehetőséget, hogy akkor itt egyrészt saját területből, másrészt vásárolt területből egy igen nagy Karitász raktárt építettünk ki. Ez meg azért kell, mert Karitász tevékenység is egyre fejlődött, és már nem, a kisebb raktárokban nem tudtuk elhelyezni a beérkező adományokat külföldről, vagy Magyarországról, jószándék adományozóktól, vagy szervezett módon gyűjtésből fakadó dolgoknak az elhelyezés egyre nehezebbé vált. Így aztán itt építettük fel ezt a nagy raktárt, ez most egy Karitász raktár lesz, ahonnan nagyon sok felé fogjuk tudni elszállítani. Itt tudjuk fogadni a nagyobb tárgyakat is, akár bútorokat, vagy külföldről érkező nagyobb adományokat. Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, az egyház a rászorulók megsegítésében egy új, a korábbinál hatékonyabb rendszert hozott létre. Hozzátette, az adományozás és a segítségnyújtás különösen fontos az elmaradottabb térségekben, a mindennapok során azonban sokan nem értékelik kellőképpen ezt a tevékenységet. Természetessé válik a segítség, és ez egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor legalább egy főhajtással, és most itt van az ideje a főhajtásnak, megköszönjük azoknak, akik segítettek. Úgyhogy a választókerület polgárai nevében köszönöm a segítségüket, és azt kívánom, hogy sok ilyen lehetőség álljon rendelkezésre, mert amikor segítség kell, akkor azt gyorsan kell adni, és ez a létesítmény képes arra, hogy gyorsan sok embernek segítséget nyújtson. Az ilyen logisztikai központok építése egyedülálló Európában. Erről már Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt. Mint mondta, az egyház által összefogott karitatív szervezetek pályázhattak ilyen létesítményekre, ami új szintre emeli az adományozás rendszerét. Ennek eredményeképpen országszerte 10 nagy csarnok épült, és tucatnyi olyan kisebb segítőpont valósult meg, amely óriási nagy változást jelentett a karitatív munkában. És mindez azért fontos, mert az egyházaink hatalmas nagy közfeladatot vállalnak el, és ezen a közfeladaton belül mind a karitatív munka, mind a szociális munka, mind az oktatás-nevelés óriási nagy lehetőség és feladat az emberek szolgálatára. És mi ezt szeretnénk segíteni, hogy mindaz a hatalmas nagy energia, ami az egyházakban benne van, lelkiségében is benne van, azt amennyire lehet, hát ilyen épületeken keresztül segítsük és szolgáljuk mindezt. A karitatív tanács az utóbbi években 36 településen összesen 46 ehhez hasonló logisztikai központot hozott létre. A szakói raktárépületet 247 millió forintból építették fel, a kormány és az Európai Unió 200 millió forintos támogatásával.